Egy új eszközt, a vakok és gyengénlátók olvasását segítő olvasókesztyűt mutattak be Nyíregyházán. Az új fejlesztés lehetővé teszi, hogy a nyomtatott szöveget felismerjék a látásban korlátozottak. Nem is kettő tulajdonképpen, mert az olvasó újjunkat dugjuk bele egy kesztyűszerű valamibe, ami mégiscsak kesztyű, informatikai alkalmazás, az okostelefonunk kamerája kapcsán lefordításra kerül egy látószöveg, amit aláteszünk az okostelefon alá, és ez a készülékbe belenyúlva Braille formátumban jelenik meg. Az eszközt középiskolások találták ki azért, hogy a látássérülteknek megkönnyítsék az információhoz való hozzáférést. Ugyan még csak tesztüzemmódban van, de a fejlesztőknek hosszú távú céljai vannak. Az a cél, hogy minél kisebb helyre összezsúfolják, tehát hogy ne kelljen egy nagy eszközt magával vinnie valakinek, hanem elég legyen csak egy nagyon picit, ami mondjuk egy zsebben elfér, és akkor az vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kommunikál a telefonnal. Egy faszerkezet aljára kell elhelyezni a kinyomtatott szöveget, fölé tenni a telefont, majd megnyomni a beolvasó gombot. A telefonnak internet kapcsolatra van szüksége a működéshez, hogy felismerje a képet és átalakítsa Braille írássá. A látássérült az ujját egy kis készülékre helyezi, ide továbbítja a telefon az átkonvertált szöveget, melyet karakterenként tudnak elolvasni a látássérültek.